Egy kis kávé. Egy apró csupa pohárral. Bögi kávé. Mm. Hogy tetszett a tegnapi film? Mit szóltál hozzá? Én imádtam. Érdekes volt. Nagyon tanulságos volt, azt hiszem. Jó lenne, ha sok ember megnézni. Az, hogy végül is egy úgymond hétköznapi háziasszony hogy indul el afelé, hogy vállalkozó nő legyen. Először saját magában sem bízott, de aztán ami szembe jött egy még nagyobb akadály. A saját családja. Pontosan. Többek között. Igen, igen. De tudod, ez annyira jellemző, hogy, amikor az ember próbál valamit elérni az életbe, valami többet próbál, mint az összes többi a környezetében, hogy azt miért kell kinevetni, miért kell megszégyeníteni. Miért kell visszahúzni. Miért kell visszahúzni. Pláne őt ugye, aki még mellesleg az egész családját is eltartotta. Tehát ez a minimum, hogy legalább ne akadályozzák. És szerintem nagyon sok ember van így, aki azért nem mer belevágni semmibe, mert attól fél, hogy a környezetem megszégyeníti, meg kineveti. Uh-huh. Ez olyan kár. Igen, ez nagy visszatartó erő, hogy mit szólnak mások. Uh-huh. Egy dolog, ami ugye a fejben van, hogy gondolkozok arról, hogy hú, mit gondolhatnak, de amikor tényleg szólnak, tehát amikor tényleg azt mondják, hogy ezt ne csináld, ez hülyeség, ez az, amire mondjuk egy MLM-mel kapcsolatban is az elsőnek számíthat az ember, hogyha bevillantja a gondolatot a családba, hogy én szeretnék egy ilyennel foglalkozni. Mit gondolsz te magadról? Persze, majd pont te, ne aztán te, neked te aztán. Te meg az üzlet. Te meg az üzlet. Hülye vagy te, kisfiam. Gyerekkorodban is hülye voltál. Nem biztos, hogy ezzel, hogy hülye vagy szerintem, de, hogy hát az veszélyes. Igen. Vállalkozni, hát az nagyon veszélyes. Nem olyan, te nem olyan típus vagy. Igen. Azt sem tudják, milyen típus kell ahhoz, de, biztos, hogy nem olyan vagy. Illetve hát, hogy mennyire vagy te hiteles, mint üzletember, ahogy ez a Joy is egy háziasszony igen. volt, hogy tud ő egy hiteles üzletasszonynál válni. De figyelj, például az a rész, amikor a, milyen tévé ez a ahol mindig, ahol folyamatosan mennek a tele-shop vagy micsoda, igen, ugye annak a őskorában. Hát én szerintem ő körülbelül 1000-szer olyan hiteles volt a felmosónak a, bemutatásában, mint az a hapsi, aki összevizezte vele a könyökét, meg minden. Tehát bizonyos dolgokhoz pontosan egy olyan ember kell, mert pont az hiteles. Tehát ha én, elmondom, hogy én ezt a kávét miért szeretem, mi kell, kinek kell elmondani, egy professzornak, vagy egy kávé ügyi nagykövetnek kell elmondani, hogy ez jó. Ez, én ezt érzem, és kész. Nekem ez volt a nagyon, erős üzenete ennek a filmnek. Hogy ne add fel, és számíts rá, hogy ellenszélbe fogsz hajózni, de hogyha kitartó vagy, akkor nyerhetsz. Uh-huh. Igen, hát itt is volt egy olyan pont, amikor ugye már mindenki arról győzködte, hogy írja alá, írja a csődeljárás, és dobja be a törölközőt. És szerintem az nagyon fontos, hogy addigra eljutott oda, hogy nem, hát ha már ennyit beletettem, akkor nem hagyom veszni. És milyen igaza volt, mert kiderült, hogy mindenki becsapta. Uh-huh. Nagyon jó film.